A közoktatás feladata a magyar fiatalok helyes identitásának kialakítása és felkészítése az előttük álló életre. Nemzetünk jövőjének alakulásában óriási felelőssége van a tanárainknak. Mégis egyre kevesebb a tanár, egyre inkább lörekszik a szakma. Az elmúlt 10 évben közel felére csökkent a 40 év alatti tanárok száma. Ennek egyik oka, hogy az önköltséges, minimum 10 fél éves osztatlan tanárképzés fél évente 500 ezer forintba is kerülhet a hallgatónak, azaz 5 év alatt 5 millió forintba. Eközben a kezdő tanári fizetés a 200 ezeret alig éri el, és pusztán 15-20 év munka után közelítheti meg a 300-at. Továbbá a szakma meg nem becsülése és sok esetben észszerűtlen, felülről érkező bürokratikus döntéshozatalok is többeket a tanári pálya elhagyására késztettek. A Mi Hazánk mozgalom a tanári pálya vonzóbbá tétele érdekében javasolja az azonnali béremelést és a tanárképzés költségeinek maximalizálását a kezdő tanári fizetés összegében. A fiatalok nevelésével foglalkozni az egyik legszebb elköteleződés. Látni, ahogy munkád gyümölcseként egy érett ember fog veled kezet, bizonyítványosztáskor felemelő érzés. Kívánjuk, hogy minél több kiváló magyar pedagógus élhesse át ezt a pillanatot.